Néhány hónapon belül teljesen leállhat több településen a szemétszállítás. A kormányzat április 1-jével államosította a lakossági hulladékszállítási ágazatot, de az állami holding még a számlákat sem küldi ki. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT szerint nem történt államosítás, és jogszabályi előírások alapján olyan nem is fordulhat elő, hogy a lakossági hulladékot nem szállítják el. Gémesi György a vendégem, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Az államosítás tervének első hallatától kezdve mi oly sokszor beszéltünk már arról, hogy itt most már baj lesz, mármint hogy mondta ön itt az egyenes beszédben, hogy egyszer aztán le fog állni a szemétszállítás. Most az RTL Klub híradójának úgy nyilatkozott már több cég is, hogy az állami holding még a számlákat sem képes kiküldeni közel 2 hónappal az indulása után, és hogy most már akkor vége. Ez most igaz? Tehát itt járunk, hogy ami hónapok óta már benne volt a levegőben, az most ez az a pont? Ez az a pont, amikor gyakorlatilag nincs meg a fedezete annak a szolgáltatásnak, ami működik az országban, hiszen április 1-től nem bocsájthatnak ki ezek a társaságok számlát a lakosságnak, törvény tiltja, és ennek a Nemzeti Hulladék Gazdálkodási és Koordinációs Ügynökségnek kellene a számlákat kiküldeni, és beszedni azt a pénzt, amiből aztán majd visszaosztja az ő által kiszámított szorzók alapján ezeknek a cégeknek, amik non-profit cégek, tehát nincs már ott semmiféle profit, és önkormányzati tulajdonú cégek, ezeknek a cégeknek a pénz egy részét. Tehát hogy akkor mennyit? A visszaosztás se történt meg értelemszerűen? Abszolút nem történt, hát be se szedték, nem tudtak fölkészülni arra, hogy 2,5 millió számlát április 1-jével, vagy április végével. Tehát 2,5 millió ember akkor most nem fizet április 1-je óta. Tulajdonképpen nem fizet, illetve érdekes módon úgy tudom, hogy a főváros kiküldte a törvény ellenében a számlákat a fővárosi lakosságnak. Ez az információt kaptam tegnap este, hogy ő átlépte a jogszabályt, és azt mondta, hogy kiküldi a szolgáltatásra a számlákat, mert egyébként fejre áll a cége. Tehát ők a törvény ellenében kiküldték. Én ezt nem merem megtenni. A díjbeszedő holding küldi ki, vagy? Nem a saját cége, hát a fővárosnak a főkefe végzi ezt. Igen, a munkát, és ők küldik. A pénzüket nem a díjbeszedő holding szedik? Nem, a főváros most kiküldte. Uh-huh. Annak ellenére, mivel látta, hogy a díjbeszedő holding az abszolút tehetetlen, és képtelen arra, hogy ezt megtegye. Egyébként a díjbeszedő holding pedig a mi üzemelt, a mi hulladékgazdálkodási cégünknek írt egy felkérést, hogy bérszámlázást végezzünk, tehát végezzük el azt a feladatot, amit korábban elvégeztünk, jogszabály szerint, de most tiltja, de ő most ezeknek az embereknek rajtunk keresztül, a mi információs rendszerünkön keresztül kívánná kiküldeni a számlát úgy, hogy az oda folyjon be hozzá. Elég érdekes, nem? Annyira érdekes, hogy nem is értem. A bérszámlázás az mi? Az azt jelenti, hogy fizetnek érte. Jó, bérszámlázás. Én azt hittem, hogy bérszámfejtés, csak mondom, ezt miért hívják? Értem. Tehát bérbe adom a számlázást. A számlázás én nem tudok adom. A lakosságnak. Igen. Tehát én Kálmán Olgika fogyasztónak, nem tudom, hogy hívjuk ilyenkor, nem fogyasztó, mi az? Szolgáltatás igényben levő. Nem tudom kiküldeni a számlát. Megkérem Gémesi György által vezetett önkormányzathoz, hogy bár törvényen nem lehetne... A céget. Tehát az önkormányzati tulajdonú céget, hogy bár nem lehetne, de akkor bérbe... Hogy ez törvényben ugyan nem lehet, de én most én bízlak meg. Igen, még egy csavar benne van a rendszerben. Megjegyzem ennek a költségét. És abból a pénzből kell kigazdálkodni, amit egyébként beszednek a lakosságtól. Tehát az nincsen ehhez külön állami forrás, hogy ezt a bérszámlázást, ezt valakinek kifizessék. Annak a költségét is, amit ez a hulladék gazdálkodási ügynökség működésre elkölt, aztnak a költségét is abból kell kigazdálkodni, amit egyébként beszednek a lakosságtól. Most... Egyébként, bocsánat, az Indexnek az írására reagált ez a Nemzeti Hulladék Gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő ZRT, és azt írják, hogy egyébként nem történt államosítás áprilistól, mert hogy nem, nincs tulajdonában, meg résztulajdonában sem egyáltalán egyetlen közszolgáltató se. Hát ezt ismerjük, az iskolák sem lesznek majd a vagyonkezelés klik tulajdonában. A vagyonkezelés annyit jelent, hogy tulajdon nálunk marad, de egyébként minden jogosítvány innentől kezdve nála van, tehát az államnál van, és ez a számlázás az egyik legnagyobb égető probléma, hiszen ennek az a következménye, hogy nem kerül vissza a céghez a pénz, nem tud miből visszaosztani az állam, illetve az állam tulajdonú cég, és ez azt jelenti, hogy nem tudnak fizetést adni az embereknek, és nem
ezek kiskeresetű emberek, zömében egyébként 8 általános végzettségűek, tökéletesen végzik nálunk a munkájukat, a 300-ból 270-en vannak ők, nekik nem fogják tudni kifizetni a pénzt, itt sok család van mögöttük, apró pénzt kapnak ahhoz képest, tehát a minimálbérnél egy picit többet kapnak azért a munkáért, amit végeznek, tehát elképesztő, de benzint sem fognak adni a kocsikba, csak úgy, tehát hogyha nincs meg a fedezete, akkor nincs benzin a kocsikba. Viszont itt nincs valami egymás mellett elbeszélés, vagy nem tudom, tehát ebben a reagálásban úgy fogalmaznak, hogy fontos hangsúlyozni, eddig az április előtti tevékenység után kellett közszolgáltatási díjat beszedni, vagyis májusban az áprilisi szolgáltatást fizettük. Igen, április végén, május elején megy a számlaki. Amelyet még maguk a közszolgáltatók tehettek meg. Tehát, hogy ezt még az önkormányzati cégeknek kellett ezt a számlát kiküldeni, mert ez még az áprilisi szolgáltatás. Az új rendszerben még csak most kezdődnek a kifizetések az április 1-ét követő tevékenységekért. Az országban eltérő rendszerben van, ahol egy hónapos és van negyedéves a közszolgáltatási díj befolyása. De a havonta kell számlázni, amióta rezsicsökkentés van, és ott bele kell írni mindenféle adatokat, három papírt kell kiküldeni. Hogy ők nem tartoznak semmivel, mert majd csak ezek után indul a rendszer, én ezt olvastam ki. Április 1-től való szolgáltatás igénybevételét, a számlát egyébként április végén, május elején bocsátják ki. Ezt a számlát már nem bocsáthatták ki ezek a cégek, ezt kellett volna megkapnia a fogyasztónak, úgy, hogy ez a nemzeti nagy holding küldi ki. Tehát innentől kezdve az a kérdés, hogy mikor kapja meg a munkához, a szolgáltatáshoz a megfelelő forrást ettől a holdingtól a szolgáltató, aki, mivel hogy a számlák nincsenek kiküldve, feltétlenül nem fogja megkapni ezt a forrást. Egy esetben van ebből kiút, ezt jeleztük, és totálisan jó szándékkal, félretés ne essék, együttműködési szándékkal, egyszerűen érthetetlen a számunkra, hogy szakmailag nem lehet ezekben a kérdésekben jó útra terelni a döntéshozót, hiszen mindent elmondtunk annak idején, én többször voltam itt ennek kapcsán, ebben a műsorban is, amikor felhívtam a figyelmet, hogy ez nem jó, az nem jó, elküldtük az anyagokat, most is tettünk még egy javaslatot, hogy egyetlen egy esetben lehet ebből kimenekülni, ha most ezeknek a cégeknek negyedéves előleget az állam lefinanszíroz, és utólagos elszámolással tudják fizetni a benzinszámlát, a béreket és a többi. Ez a mai napig nem érkezett meg. Tulajdonképpen most olyan helyzet állt elő, amit úgy neveztünk, hogy a törvénybe iktatott működésképtelenség. Tehát törvényt hoztak a működésképtelenségre, mert hogyha ezt hát ez senkinek nem jó, de hát én... De mi a logikája? Tehát miért kellett ezeket államosítani? Ami nem államosítás, mert tulajdonjog nem szállt rájuk, de nyilván mögött vannak más szándékok is, én abban most nem mennék bele. Én kizárólag szakmai alapon szeretném ezt egy kicsit elemezni, vagy erről beszélni, erről a helyzetről, és az, hogy értsék meg a fogyasztók, hogyha valami probléma van, nem az önkormányzatok tehetnek róla. Mindent megtettünk azért, hogy a helyzet ne alakuljon ki. Most mi egyébként a mai napon a mi cégünkkel kapcsolatban jelentettünk a katasztrófavédelemnek, tettük az ügynökségnek, hogy elérkezett a működésképtelen határa, innentől vagy átveszik, vagy finanszírozzák, vagy valahonnan forrást teremtenek, mert mi nem tudunk adni. Ráadásul képzelje, hogy olyan törvényt hoztak, hogyha az önkormányzat betenné a forrást, a hiányzó forrást a rendszerbe, akkor az a szorzó, ami alapján visszaosztják a pénzt, az csökken. Tehát teljesen mindegy, hogy teszünk be vagy nem, kevesebb pénz jut. Tehát, hogyha tesznek bele, akkor még kevesebb pénz. Akkor még kevesebb pénz jön vissza abból, amit befizet a fogyasztó az államnak. Hát nem tűnik túl logikusnak. Köszönöm szépen, hogy itt volt. Én is köszönöm szépen.